Köszöntöm a Sporthíradó nézőit! Mindössze egy napja marad az MKB Veszprémnek, hogy felkészüljön az újabb idegenbeli bajnokiára. Nem a legszerencsésebb, ha egy szegedi vereség után egy újabb vidéki bajnoki előtt a válogatottak programjai miatt nincs együtt a csapat, amelynek itthon maradt játékosai Csoknya István edzővel gyakoroltak. Az itthon maradottakkal pedig napi két edzéssel itthon dolgozunk. Most egy kicsit azok a gyakorlatok, azok a feladatok kerülnek előtérbe, amik itt a rengeteg mérkőzés, sorozat mérkőzések közepette nem tudtunk elvégezni. Gondolok itt egy kis erőnléti munka, sok futás, sok súlyzózás, medicinlabda előkerült a héten, de természetesen itt a jó formában lévő játékosaink, gondolok Carlos Perezre, Alilovicsra, próbáljuk átmenteni a jó formájukat, és akik kevesebbet játszottak az elmúlt időszakban, azokat próbálom egy kicsit egyéni képzéssel olyan célfeladatokat adni nekik, hogy ha visszakerülnek, minél jobb teljesítményt nyújtsanak. Nagyon becsületesen dolgoznak a fiúk. Az első két napban érződött még, hogy te is említetted, ennek az elvesztett rangadónak a bélyege rányomta az első két napra a jegyét. Nagyon melankolikus állapotba kezdtük meg a munkát, de most már átestünk ezen a holtponton, és teljes merszélességgel következő feladatokra koncentrálunk. Voltak éppen egy nap marad arra, hogy újra összerázódjon a csapat a Kecskemét elleni meccsre. Hétfőn érkeznek vissza előre láthatólag válogatottjaink, és a kedd délutáni taktikai edzés marad, hogy felkészüljünk erre az idegenbeli mérkőzésre, és utána egy hetünk a következő bajnokligája mérkőzésre, mert az is itt van már a nyakunkon. Elég sok idő, de ha úgy veszük, akkor főleg a bajnokligájra az egy hét, amikor kevés, de természetesen tudjuk a feladatunkat. Szerdán tehát Kecskeméten vendégeskedik az MKB. A találkozót csütörtökön este a szokott időben 20:30 perctől láthatják televízión képernyőink, kedves nézőink. Köszönöm figyelmüket, műsorainkat megnézhetik televíziónk honlapján. További kellemes televíziózást, viszontlátásra!